már csak azért sem, mert amit a többiek írtak, az nekem nem tetszett. Amit én írtam, az a többieknek nem nyerte el a tetszését. És amit közösen írtunk, arra meg az osztályfőnök adta a tartalom, a stílus. Úgyhogy mással próbálkozunk. Rendhagyó módon a zenét hívjuk segítségül, hogy elmondja, hogyan értük meg közös kalandjainkat az osztályban, az iskolában. Mire gondoltunk, amikor megtudtuk, hogy a Tokai Ferenc gimnázium címe Palcsi Zsigénszki Endre út 18-20. Utca, utca, vádolt utca, vádolt kőve van kirakva. Azt is tudom, hogy kirakta, hogy én járjam sírva rajta. Mit éreztünk, amikor nem tudtuk, melyik teremben lesz az óra? Mire gondoltuk, amikor egy nap 3-4 számunk is iskola? De látom tisztán a holnapon, lehet, hogy ebbe én ma még belehalom. Mit éreztük, amikor kicsengettek és nem tudtuk befejezni a dolgozatot? Hogyan gondoltunk az iskolára nyáron? Mindennapos testnevelésről.
de éreztük, amikor segítették egymásnak dolgozat közben. És mit kértünk volna legszívesebben egy matek dolgozat után a büfében? Mire gondoltunk, amikor hallottuk a tanár lépéseit? Néztem már a telefont végig.
éreztük, hogy nagyon szeret minket, még akkor is, ha haragszik. Sok izgalmas, megható, meghitve éltünk meg együtt, amelyből a humor sem, sohasem hiányzott. Még akkor sem, ha gyarapodtak a mínuszaink, vagy a boxikutya is jobban tudta a dolgozatot nálunk. Köszönjük türelmét, kitartását, mindig jó szívvel gondolunk majd az együtt töltött időre. Köszönjük Máté Krisztina tanárnő segítő közreműködését.